Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon hálás vagyok a Lacinak, hogy felkért erre a prezentációra, mert régóta tervezem már, hogy összerakok egy komplett új anyagot a bónuszrendszerről, és így most végleg be kellett számolnom a halogatással. Egyszer egy barátom azt mondta, hogy ez a marketing terv ismertető kis füzet, ez olyan a számára, mint a Biblia. Ugye akárhányszor újraolvassa, mindig az az érzése, hogy nem biztos, hogy mindent helyesen értelmezett. És én nagyon őszintén hiszem, hogy mostantól egy teljesen új időszámítás kezdődik a DXN üzletben, és ezzel együtt ezentúl a marketing terv is mindenkinek a számára tényleg pontosan értelmezhető és jól használható lesz. Ezért most úgy fogok beszélni a bónuszrendszerről, mintha ti semmit nem tudnátok róla, mintha mindannyian most hallanátok ezt életetekben először. És a cél pedig az, hogy tényleg egy új belépőtől kezdve egy sokszoros gyémánt vezetőig mindenki pontosan tisztában legyen azzal, hogy a saját szintjén hogyan veheti ki a maximális bónuszt a rendszerből. Bár ugye amikor elkészültem ezzel a prezentációval és végignéztem a diákat, akkor bevallom, egy kicsit megijedtem attól, hogy hogyan fogom tudni 45 percen keresztül fenntartani a figyelmeteket, ráadásul ilyen világítás mellett és ilyen kényelmes székekben. Úgyhogy ugye nyilvánvalóan sokan vagytok itt olyan vezetők, akik számára sok újat nem fogok tudni mondani. Ezért azt javaslom nektek, hogy nézzétek ennek a prezentációnak az első részét egy új csatlakozó szemével, a második felét pedig egy frissen minősült új gyémántnak a nézőpontjából. Úgyhogy ha tényleg sikerült bevinni a megfelelő mennyiségű kávét is a szervezetetekbe, akkor én azt mondom, hogy kezdjünk is bele. Ugye a DXN alap marketing terve 9 féle különböző lehetőséget biztosít a számodra ahhoz, hogy ugye folyamatosan jövedelemhez juthass az üzletben. Ugye ezek között, a bónuszok között vannak olyanok, amelyekhez majd csak egyszer fogsz tudni hozzájutni, és vannak olyanok, amelyekkel folyamatosan tudod növelni a bevételeidet. És ugye, hogyha ismered ezeket a bónusztípusokat, és tudod, hogy mire kell majd odafigyelni, ugye akkor sokkal hatékonyabban fogsz tudni előre tervezni, és ugye soha nem kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy kellemetlen meglepetés, vagy esetleg váratlan veszteség ér az üzletben. Ugye én azt gondolom, hogy az első pontot azt nagyon gyorsan át is ugorhatjuk, ugye minden DXN tag megvásárolhatja a termékeket törzsvásárlói áron, és ugye tovább értékesítheti fogyasztói áron, ugye abban az esetben, hogyha erről számlát tud adni a vásárlónak. Ugye aki nem tud számlát adni, annak valószínűleg ugye a későbbiekben nem az adóhivatal lesz majd a legjobb barátja. Így ezt igazából nem javasolnám senkinek, ugye sajnos több ismert esetben is előfordult már az, hogy a lelkes új érdeklődő az igazából nem a ganoderma hatására volt kíváncsi. És én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb lehetőség a hálózatépítés, és hosszú távon ugye sokkal jövedelmezőbb, ha inkább abban segítesz mindenkinek, hogy DXN tagként a cégtől vásároljon. Ugye a tagság így folyamatosan a legjobb áron fog hozzájutni a termékekhez. Ugye a tagsági kódja a világon mindenhol érvényes, és bárhol vásárolta, mindig meg fogod kapni utána a bónuszodat. Ugye, amikor ezt a prezentációt összeraktam, akkor még nem állt a rendelkezésemre az az információ, amit Laci elmondott, hogy a CA Factory által majd később kapott weboldalon történő kiskereskedelmi vásárlások bónuszát, ugye azt meg fogjuk kapni ilyen módon a cégtől, ami egy kiváló dolog, de én azt gondolom, hogy ezen túl ugye a kiskereskedelmi profitot azt hagyjuk meg a kiskereskedőknek, és mi pedig gondolkodjunk inkább hálózatépítésben. Ugye aki hálózatépítőként először találkozik a DXN árlistájával, ugye annak a számára a legfontosabb információkat ugye az utolsó két oszlop tartalmazza. Ugye az utolsó oszlopban a PV érték az a termékeknek a pontértékét jelzi, ami majd később ugye a különböző kvalifikációk és
karrierszintek eléréséhez lesz fontos, de ugye amit ennél mi sokkal jobban szeretünk, az az SV érték. Ugye itt meg is jelöltem az SV oszlopot és egy terméket, valamint a terméknek az SV értékét. Ugye a termék SV értéke az a forint összeg, amiből később a bónuszaink keletkeznek. És ugye ez az egyik legfontosabb információ, amit az elsők között érdemes nagyon megjegyezni. Ugye a későbbi jutalékainkat nem a termék törzsvásárlójára, vagy a termék fogyasztói ára után fogjuk kapni, hanem mindig az SV értékből fogja kiszámítani a rendszer. Tehát ugye ez az az összeg, ami a jutalékaink alapját képezi, és ugye később, amikor majd különböző százalékokról fogok beszélni, akkor azt mindig úgy kell érteni, hogy ezeket a százalékokat az SV értékből számoljuk. De ugye nézzünk is erre egy konkrét példát, hogy hogyan történik ez a gyakorlatban. Ugye a dián egy GL30-as ganoderma kapszula látható, aminek a nettó törzsvásárlójára 3075 forint. Ugye ez az az összeg, amely tartalmazza a termék előállításának minden költségét, és ebbe természetesen már benne van a cég nyeresége és a kifizethető bónusz is. És ugye ez a nettó törzsvásárlói ár, ez arányaiban úgy válik majd ketté, hogy egy kisebb hányada az, ami visszakerül a céghez, ugye ez ebben az esetben 1205 forint, ami az árnak a 39%-a. És ugye ennél egy jóval magasabb érték, 61% az, amelyet a cég ugye bónuszként fizet ki a fogyasztók és a hálózatépítők számára. És én azt gondolom, hogy ez egy igazán tisztességes árképzés, amellyel nem csak a cég jár jól, hanem a hálózatépítő is tisztességes jutalékot kap, és ugye természetesen jól jár a fogyasztó is, akinek nem egy erősen túlárazott terméket kell majd megvásárolnia. És ugye az pedig, hogy a hálózatépítő konkrétan milyen százalékrészt fog megkapni ugye ebből az 1870 forintból, az pedig ugye két dologtól függ. Ugye az egyik az az, hogy mennyire eredményes az üzletben, a másik pedig, hogy mennyire érti a marketing tervet. Ugye amikor valaki elindul az üzletben, sokszor konkrét számokat szeretne, és szeretné látni azt, hogy hogyan épül fel a bónuszrendszer logikája. És egy rövid példában nagyon egyszerűen be lehet mutatni azt, hogy a csatlakozás után hogyan kezd el működni a rendszer. Ugye itt most egy csomag 3:1 kávéval fogunk számolni, ugye amelynek a pontértéke 11,5 pont, az SV értéke pedig 1720 forint. Persze ugye egy csomag kávéval nem érdemes számolni, meg ugye egyébként is hamar elfogy, úgyhogy vásároljunk mindjárt 10-et. És ugye itt még a matek is nagyon egyszerű, ugye 10 csomag kávénak a pontértéke 115 pont, az SV értéke pedig 17200 forint. És ugye a kérdés pedig az, hogy hogyan lesz ebből bónusz, mennyi bónuszt fog fizetni akkor a cég, hogyha veszel magadnak 10 csomag 3:1 kávét. És ugye ez nagyon egyszerűen kiszámolható, és hogyha már itt az elején megérted azt, hogy mi az elv, akkor később ugye soha nem lesz gondod az SV értéknek az értelmezésével. Ugye egyszerűen annyit kell csak tenned, hogy ugye belépsz a webirodádba, és megnézed azt, hogy a csatlakozásod óta mennyi pontértéket halmozódott fel. És ugye utána megnézed a csoportbónusz táblázatot, amit szintén megtalálsz majd a webirodádban, és ugye azonnal látni fogod, hogy az összpontértéked alapján ugye melyik jutaléksávba tartozol. Ugye ha ez volt az első vásárlásod, akkor 115 pontod van összesen, és 6% lesz a bónuszod. Ha pedig ugye vásároltál már korábban is, akkor akár 9, 12, 15, 18 vagy 21% is lehet az az összeg, ami ebben a konkrét esetben ugye 10 csomag kávé megvásárlása után jár neked. És ugye így tudod kiszámolni a saját vásárlásaid után járó bónuszt a csoportbónusz táblázat segítségével, ugye egészen addig, amíg el nem éred a 21%-nál magasabb jutalékszinteket. Ugye ami nagyon fontos még, hogyha átléptél egy bizonyos szintet, akkor onnan soha nem tudsz visszaesni egy alacsonyabbra. Tehát egészen addig ott kapod a bónuszodat, amíg feljebb nem lépsz a következő szintre. Tehát ugye nem kell újra és újra megdolgoznod a már elért százalékaidért, és ugye nem kell különféle feltételeket teljesítened, hogy az elért szintedet megtarthasd. Ugye amit elértél, az egészen addig a tiéd, amíg magasabbra nem lépsz.
Ugye magasabbra pedig úgy tudsz gyorsabban lépni, úgy tudsz magasabb szinteket elérni, hogyha növekszik a hálózatod. Ugyanis ugye a pontértékeidet nem csak a saját vásárlásod fogja növelni, hanem a hálózatod forgalma is. Ugye ha van egy kisebb hálózatod mondjuk 10 vásárlóval, mint ezen a dián, akkor ugye ez úgy történik, hogy te megvásároltad a 10 csomag kávédat, így ugye van 115 pontod a személyes vásárlásodból. Ugye, hogyha ebből a 10 fős kis csoportból még 4-en vásárolnak egy-egy csomag kávét, ugye akkor az 46 pont érték. És akkor így lesz összesen ugye 161 pont forgalmad, és ugye ennek a forgalomnak a teljes jutalékát te fogod megkapni. Ugye azért te fogod megkapni, mert minden olyan fogyasztó után, aki a csoportodban van, és nem éri el egy hónapban a 100 pontos aktivitást, te kapod meg a teljes jutalékot. És ugye ennek a diának ez a két legfontosabb üzenete. Ugye az egyik az, hogy a hálózatod minden forgalma hozzájárul a karrier szinted növekedéséhez. Ugye a másik pedig az, hogy a jutalékot mindig meg fogod kapni minden egyes vonalról, függetlenül a forgalom mértékétől. És ugye természetesen az elindítható vonalak száma és mélysége sincs korlátozva, tehát a pontok és a bónuszok sehol nem vesznek el a hálózatban. És ugye ha folyamatosan fejlődik a hálózatod és nő a forgalmad, akkor ugye nem csak a saját jutalékszintet fog növekedni, hanem a munkatársaidé is. Ugye ebben a példában neked 300 pont értékű ugye személyes vásárlás mellett már összesen 3250 csoportpontod van, ami ugye a csoportbónusz táblázat alapján azt jelenti, hogy a jutalékszintet 18%. És ugye, hogyha megnézed a csoportod forgalmát, akkor azt fogod látni, hogy van egy munkatársad, aki 115 pont értékű vásárlással ugye 6%-os bónuszra jogosult, és van egy másik, aki 2750 pontértékű vásárlással 15%-os bónuszra jogosult. És ugye ebben az esetben az fog történni, hogy te a 300 pontértékű személyes vásárlásod után meg fogod kapni a 18%-os bónuszodat. Ugye a munkatársaid esetében pedig a kettőtök között lévő százalék különbség alapján történik az elszámolás. Ugye te vagy 18%-on, a munkatársad 6%-os, a kettőtök között lévő különbség 12%, ami azt jelenti, hogy az ő vásárlásának, az ő forgalmának az SV értéke után te 12% bónuszt fogsz kapni. Ugye a 85 pontos munkatársad nem kap bónuszt, mivel nem érte el a 100 pontot, így az ő forgalma az olyan, mintha ez a te személyes vásárlásod lenne, és te fogod utána megkapni ugye a jutalékot mindig azon a szinten, ahol éppen vagy, ugye ebben az esetben ez 18%. És ugye a 2750 pontos munkatársad pedig 15%-os lett, így a kettőtök között lévő különbség 3%, tehát az ő forgalma után 3% lesz majd a te bevételed. Tehát ugye a lényeg összefoglalva, ugye a saját vásárlásaid után is, és a 100 pont alatti aktivitással rendelkező munkatársaid forgalma után is te kapod meg a szintednek megfelelő bónuszt, ugye a 100 pont felett teljesítő munkatársaid után pedig a kettőtök között lévő százalék különbség után fogsz bónuszt kapni. És ugye ez így megy tovább egészen addig, amíg el nem éred a 4500 pontot, ugye, ami a DXN marketing tervének az első karrier szintje, ugye a Star Agent szint. És ugye itt kapod meg elismerésként majd az első kitűződet is, és ezzel egy időben ugye hozzájuthatsz a 21%-nál magasabb bónusz szintekhez is. Ugye innentől jogosult vagy a Star csoport bónuszra, ami 25%-tól indul, és 37%-ig tudod vele növelni a jutalékodat. És ugye ahhoz, hogy megkaphasd a 25%-ot, ahhoz kvalifikált Star Agenté kell válnod, ami ugye nagyon egyszerű, egy nagyon egyszerű feltétele van, tehát legyen 300 pontértékű csoportforgalmad egy adott hónapban, méghozzá olyan módon, hogy ebből a 300 pontból ugye legalább 100 pont a személyes pontértéked. Ugye néhány példa arra, hogy ezt hogyan tudod teljesíteni, de végül is teljesen mindegy, hogy hogy oszlanak meg az arányok a személyes vásárlás és
a csoportforgalom között. Ugye a lényeg az, hogy ebből a 300 pontból minimum 100 pont legyen a személyes pontértéked. Persze ugye a legjobb megoldás mindig az, hogyha te magad személyesen teljesíted a 300 pontot, ugye ebben az esetben soha nem kell majd azt számolgatnod, hogy megvan-e a kvalifikációd. És QSA-ként viszont azonnal 21-ről 25%-ra ugrik a bónuszod, és ugye azonnal lehetőséged nyílik arra is, hogy elérd az ennél magasabb jutalékszinteket is. És ehhez pedig ugye nem kell más, mint az, hogy egy munkatársad a szintén elérje ugyanezt a szintet. Ugye ha ez megtörténik, és lesz a csapatodban is egy kvalifikált Star Agent, akkor a te jutalékszinted azonnal 25-ről 27%-ra ugrik. Ugye a rendszer ezzel fogja jutalmazni azt, ha a hálózatot fejlődik. Ugye ha egy második munkatársad is eléri a QSA szintet, akkor ugye te ismét magasabbra lépsz, és a 27-ből 29% lesz. Ugye három QSA vonallal pedig ugye 31%-ra nő a jutalékszinted, és ez már azt is jelenti, hogy elérted a második karrier szintet, hiszen ezen a ponton ugye Rubin lettél, amivel ismét jár ugye egy szép kitűző és egy nagy tapsvihar a következő rendezvényen, és ugye innen már nagyon közel van a gyémánt szint is. És ugye ehhez nem kell más tenned, csak folytatni az eddigieket, és ugye a negyedik QSA vonallal ismét lépni egyet fölfelé, ami már 33%-os bónuszt jelent a számodra. Ugye az ötödik QSA vonallal pedig 35% lesz az elérhető jutalékszinted, és ugye ez az a szint, ahol egy kis könnyítés is került a rendszerbe. Ugye alaphelyzetben minden hónapban a QSA vonalait száma szerint fogsz bónuszt kapni. Viszont ha neked már van 5 Star Agent vonalad, de ebből mondjuk csak 4 kvalifikál, viszont a csoportot forgalma eléri a 2000 pontot, akkor ugyanúgy jogosult vagy a 35%-os bónuszra. Sőt, ugye, hogyha 3000 pontot is eléri a csoportot forgalma, akkor ugye abban az esetben is meg fogod kapni a 35%-ot, ha véletlenül egyetlen egy QSA vonalat sincs abban a hónapban. És ugye innen már tényleg csak egy nagyon apró lépésre vagy a gyémánt szinttől, és hogyha a hatodik Star Agented is, hatodik vonalon is lesz egy Star Agent munkatársad, és ugye megvan az elvárt forgalma is a csoportodnak, akkor elérted a gyémánt szintet, és ugye ezzel együtt a 37%-os bónuszt. Ugye az elvárt forgalom az itt azt jelenti, hogy legyen minimum 2500 pont csoportforgalmad. És ugye erre a 2500 csoportpontra, erre folyamatosan szükséged lesz a 37%-os gyémánt bónuszhoz, amit ugye a későbbiekben akkor is meg fogsz kapni, ha a 6 Star Agentet közül mondjuk csak 4 minősül. Sőt, ugye a rendszer arra is lehetőséget biztosít, hogy 4-nél kevesebb, akár 0 QSA vonallal is megkaphasd a 37%-os bónuszt, ugye amennyiben a csoportforgalmad eléri az 5000 pontot. És itt természetesen ugye jár neked egy elegáns gyémánt kitűző is, és egy nagy-nagy elismerés a színpadon a következő rendezvényen. Ugye a gyémánt minősülés az egy olyan esemény, ami talán mindenki számára az egyik legörömtelibb és legemlékezetesebb pillanat, ugye amikor az ember talán először érzi azt úgy igazán, hogy beérett az addigi munkájának a gyümölcse. Ugye ide el lehet jutni gyorsan, akár a csatlakozástól számított fél év alatt is, vagy mondjuk kényelmesebben körülbelül egy év alatt. De nézzük tovább, hogy milyen lehetőségeink vannak ugye még a Star csoport bónuszon túl. Ugye a következő bónusz típusunk a fejlesztési bónusz, ami, ahogy a nevében is van, igazából a hálózatod fejlesztéséért járó folyamatos juttatás. Ugye a fejlesztési bónuszt a hálózatodban lévő QSA munkatársak után fizeti a cég. Ugye ha te magad is QSA vagy, vagy bármilyen magasabb szintű kvalifikált, akkor ugye ez a bónusztípus az automatikusan jár neked. Méghozzá olyan módon, hogy ugye a rendszer minden első szintű QSA munkatársad csoportforgalma után fizet neked 5% bónuszt. Ugye ezen a dián két első szintű QSA-d van, ami azt jelenti, hogy mind a kettő után jár neked 5-5%
fejlesztési bónusz. Ezen felül pedig ugye a második szintű QSA csoportforgalmából meg fogsz kapni 4%-ot, ugye a harmadik mélységből 3%-ot, a negyedikből 2%-ot, és ugye az ötödik mélységben található QSA csoportforgalmából pedig 1% lesz a bónuszod. És ugye ezt minden egyes vonalról meg fogod kapni 5 QSA mélységig. És ugye akkor sincs gond, ha mondjuk egy adott vonalon az első QSA az nem a közvetlen munkatársad, hanem valahol a mélységben található. Ugye a fejlesztési bónusz szempontjából ugye ő lesz az első szintű QSA, aki után meg fogod kapni az 5%-ot, és ugye ezen a dián a következő QSA az már az ötödik mélységben található, de ugye mivel ő a második kvalifikált ezen a vonalon, ugye ő lesz az, aki után meg fogod kapni a 4% bónuszt, és ez így megy tovább lefelé egészen addig, amíg a rendszer talál 5 QSA-t, teljesen mindegy, hogy milyen mélységekben, akik után ki fogja neked fizetni a fejlesztési bónuszt. És ez ugye minden egyes vonalon ugyanígy meg fog történni, ehhez semmi mást nem kell tenned, mint neked magadnak is kvalifikálnod kell, tehát kvalifikált Star Agentnek kell lenned. És ugye mielőtt tovább mennénk a bónusz típusokkal, ugye egy gyors összefoglaló, hogy mire kell nagyon odafigyelned ahhoz, hogy minden hónapban folyamatosan hozzájuthass a bónuszaidhoz. Ugye az első dolog, hogyha még nem érted el a Star Agent szintet, akkor legyen 100, minimum 100 személyes pontértéked minden hónapban. Ugye Star Agent szint felett legyen 300 csoportpontod, ugye amiből minimum 100 pont a személyes pontértéked, és ugye aminél csak az a tökéletesebb megoldás, ha 300 személyes pontértéked van egy hónapban, és ugye mindezek mellett arra kell még odafigyelned, hogy a 100 személyes pontod mellett ugye csak az a forgalom fog beleszámítani a kvalifikációdba, ami nem QSA vonalról érkezik. Ugye a bónuszaidat mindig meg fogod kapni minden forgalom után, viszont a kvalifikációdba nem számítanak bele a QSA vonalak pontértékei. Ugye ezért is nagyon jó megoldás a személyes 300 pont, ugye mindig biztos lehetsz abban, hogy nem nézted el a kvalifikációdat. Tehát ha erre a három dologra odafigyelsz, akkor nem érhet semmiféle kellemetlen meglepetés, és minden hónapban meg fog érkezni a bónuszod. Ugye a DXM marketing tervének két olyan bónusz típusa is van, amelyeket csak egy alkalommal fog kifizetni a cég. Ugye egyfajta jutalomként egy bizonyos teljesítmény elérésekor. Ugye az egyik ilyen a mobiltelefon ösztönző, vagy mobiltelefon készpénzjutalom, amit ugye akkor fogsz megkapni, ha ugye rendelkezel három olyan közvetlen alsóvonallal, akik a belépésüktől számítva elérték a 6000 csoportpont forgalmat. Ugye erre nincsen határidő. Itt a feltétel csak az, hogy ők első vonalbeli munkatársaid legyenek, és amikor hárman közülük ugye elérik a 6000 pontot, akkor az 150 eurós egyszeri készpénz jutalmat jelent a számodra. Ugye ezt az összeget a rendes havi bónusz elszámolásoddal együtt fogja kifizetni a cég, és ugye a nevével ellentétben ez bármire felhasználható, bármire elköltheted. Ugye a következő ilyen egyszeri juttatás neve a készpénzjutalom utazásra, amit szintén automatikusan ki fog neked fizetni a cég, ugye abban az esetben, hogyha a közvetlen alsó vonalatban lesz 5 olyan munkatársad, akik már megkapták a mobiltelefon ösztönzőt. Ugye ennek az egyszeri bónusznak az összege 1000 euró, ami ugye szintén a havi rendes jutalékoddal együtt fog érkezni, és ugye ugyanúgy, mint a mobiltelefon ösztönző esetében, ez is bármire felhasználható, bármire elkölthető, tehát nem kell kötelezően utazási célra költened, bár egy-egy utazáshoz is jól jöhet költőpénzként. Ugye a bónusz típusok között jutalomutazás is szerepel, ami egy nagyon komoly értéket képviselő bónusz, ugye annak ellenére, hogy ezt nem készpénzben fogja fizetni a cég, hanem inkább fantasztikus élmények formájában fogod megkapni. Ugye a jutalomutazás minden évben megrendezésre kerül, és ezeken az utazásokon a kvalifikáltak minden költségét a cég fedezi, ugye kivéve természetesen a költőpénzt.
Ugye az elmúlt években a jutalomutazások célpontjai között szerepelt többek között ugye két alkalommal Malajzia, Dubaj és több földközi tengeri luxus hajóút is. És hát ugye ezeknek a jutalomutazásoknak külön kvalifikációs rendszere van. Ugye általában minden év végén kihirdeti a cég azt, hogy milyen következő évi teljesítménnyel lehet bekerülni az utazók közé, és ugye a teljesítésnek pedig nem feltétele az üzleti szint, aki kvalifikál, ugye az utazik. Kvalifikálni pedig jó forgalommal lehet, és itt ugye különösen fontos, hogy megfelelően széles hálózatod legyen, mert ugye a kvalifikációhoz az utazási pontokat az első 5 aktív mélységedből fogja beszámítani a rendszer. Ugye akit mélyebben érdekel az, hogy ez hogyan működik, az természetesen megtalálja a pontok beszámításának a matematikai képletét a marketing füzetben. Én most ezt nem mertem megkockáztatni, hogy ide kitegyem a diára. A következő bónusztípusunk a nemzetközi nyereség részesedés, aminek a lényege, ugye, hogy a DXN a teljes nemzetközi SV forgalmának a 2%-át ugye, elkülöníti, és azt minden hónapban szétosztja a kvalifikált gyémántok között. Ami ugye azt jelenti, hogy nagyon jó hír a számodra az, hogyha Indiában, Peruban vagy mondjuk Mexikóban nő a DXN forgalma, mert ezzel ugye több pénz kerül abba a kalapba, amiből te is részesedni fogsz minden hónapban. És ugye ezt a részesedésedet természetesen te magad is növelheted, mert ugye a saját forgalmad nagysága fogja meghatározni azt, hogy te milyen szeletet kapsz majd ebből a nemzetközi tortából. Ugye természetesen erre is van egy gyönyörű képlet, de ismét nem élnék vissza türelmetekkel. Ugye a lényeg röviden, és valahogy ugye szinte mindig ide lyukadunk ki, hogy érdemes kvalifikált gyémántnak lenni lehetőleg széles hálózattal és ugye jó havi forgalommal. De ugye mire van szükség ahhoz, hogy te kvalifikált gyémánt legyél? Ugye nagyon egyszerű, már volt is róla szó, ugye kétféle módja is van. Az egyik az az, hogy kell hozzá 300 csoportpont, tehát tulajdonképpen a QSA kvalifikáció, és kell hozzá legalább 4 QSA vonal, valamint 2500 csoportpont forgalom. Ugye a másik lehetőség szerint szintén szükséged van a 300 csoportpontra, és ugye amennyiben 4-nél kevesebb QSA vonalad van, vagy egyáltalán nincsenek is QSA vonalaid, úgy kell, hogy legyen legalább 5000 gyémánt csoportpontod. Ugye, ha ez megvan, akkor kvalifikált gyémánt vagy. A következő kérdés viszont az lehet, hogy hogyan lehetsz kvalifikált gyémánt akkor, ha már neked is vannak gyémánt vonalaid. És ugye, amint látod, a feltételek ebben az esetben is ugye teljesen ugyanazok, semmit nem változnak, viszont már, itt már jobban oda kell figyelni arra, hogy ugye honnan érkeznek a kvalifikációs pontok. Ugye a 300 pontod az mindig megvan ilyenkor, már nem kérdés, ugye szükséged van 4 QSA vonalra. És ugye nagyon fontos, hogy a 4 QSA vonalba, ugye ebben az esetben a kvalifikált gyémánt vonalaid is beletartoznak. Ugye ezen kívül pedig szükséged van 2500 gyémánt csoportpontra, aminek ugye ezzel szemben a kvalifikált gyémánt vonalaidon kívülről kell érkeznie. Ugye ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor teljesen mindegy, hogy hány gyémánt vonalad van, te is kvalifikált gyémánt vagy. És ugye ez az egyik, ami miatt nagyon fontos, hogy mindig legyen elég széles a hálózatod, és mindegy, hogy milyen erős gyémánt lábaid vannak, ugye legyen jelentős forgalmad a gyémánt lábakon kívül is. Viszont ha ugye véletlenül abba a helyzetbe kerülsz, hogy nincs meg a kvalifikációdhoz szükséges 2000 pontod, ugye abban az esetben sem kell kétségbe esned, mert ugye a rendszer ezen a szinten már fog neked úgymond dobni egy mentőövet, és segíteni fog abban, hogy ne veszítsd el a bónuszjogosultságodat. Ugye ilyenkor az történik, hogy a rendszer úgymond kölcsönveszi a hiányzó pontokat az alacsonyabb forgalmú kvalifikált gyémánt vonaladról. Ugye itt azt látod, hogy a gyémánt vonalaidon kívül van összesen 1500 pont forgalmad, amihez ugye hozzájön a 300 személyes pontod, és így összesen ugye 1800 pontod van a 2500 helyett.
Ilyenkor történik az, hogy a kisebb forgalmú gyémánt vonaladról a rendszer ugye elveszi a hiányzó pontokat, és hozzáadja őket ugye a te pontjaidhoz. Így ugye a személyes 300 ponttal, a kölcsönzött 700 ponttal és az 1500 csoportponttal ugye megvan a szükséges 2500 pontod, és megvan a kvalifikációd. Ugye a kölcsönadó lábról levonásra kerülnek a pontok, és ugye ez a láb átminősül sima QSA vonallá a havi bónusz elszámolásodban. Ugye így, ilyen módon nem veszíted el a 37%-os bónuszjogosultságodat, nem veszíted el a vezetői bónuszodat. Ugye mindössze annyi történik, hogy nem kettő, hanem csak egy kvalifikált gyémánt vonal után fogsz majd vezetői bónuszt kapni. És ugye nagyon fontos, hogy ez a művelet, ez természetesen csak a te bónusz elszámolásodban látszik, ezt érinti, ugye a gyémánt munkatársaid ebből semmit nem fognak érzékelni, és ők a saját teljesítményük után mind a ketten ugyanúgy meg fogják kapni a maximális gyémánt bónuszukat. Viszont ez a megoldás ugye csak azokban az esetekben működik, ha legalább két kvalifikált gyémánt vonallal rendelkezel. Ugye, ami nagyon szimpatikus ebben a megoldásban, az pedig az, hogy ugye itt a cég nyilvánvalóan arra törekszik, hogy kifizethesse neked a bónuszodat, és ne veszítsd el a bónuszjogosultságodat egy ilyen apróság miatt. Ugye nagyon minimális mértékben fog csökkenni a bónuszod ezáltal, viszont ez még mindig sokkal jobb annál, mint hogyha elveszítenéd az egészet. És ugye már csak egy olyan bónusztípus van, amiről nem beszéltünk, ez pedig a vezetői bónusz. Ugye a vezetői bónuszt olyan kvalifikált gyémántok kapnak, akik rendelkeznek kvalifikált gyémánt vonalakkal. És ugye ez a táblázat segít nekünk abban, hogy eligazodjunk a bónusz elosztás rendszerében. Hát én bevallom, hogy ugye a gyémánt szintig egyáltalán nem is foglalkoztam ezzel a táblázattal. Ugye egy ideig nem érdekelt, aztán mikor elkezdett érdekelni, akkor nem értettem. És amikor néha mégis a kezembe került, és elolvastam ennek a táblázatnak ugye a legalsó sorát, akkor általában ott ért végét mindig a legendás nyugodtságom. Végül aztán ugye több heroikus küzdelem után összeállt a kép, és azt gondolom, hogy gyémánt szint felett talán ez a legizgalmasabb bónusztípus, ami egyébként sokkal egyszerűbb, mint ami ennek elsőre tűnik. És most ezt megpróbálom nektek bebizonyítani. Ugye ebben a példában te egy olyan kvalifikált gyémánt vagy, akinek van egy szintén kvalifikált gyémánt vonala. Ugye a táblázat szerint ezért jár neked 5% vezetői bónusz. Ugye egy minősült gyémánt vonallal az első szinten 5% bónuszt jelent. És ugye mi történik akkor, hogyha második vonalban is lesz egy gyémántod? Ugye utána már nem fogsz vezetői bónuszt kapni, ezt jelzi ugye a táblázatnak a következő sora. Tehát ahhoz, hogy te a második mélységedből is kaphass vezetői bónuszt, neked kettő egymástól független gyémánt vonallal kell rendelkezned. Ugye ha ez megtörténik, és lesz egy második minősült gyémánt vonalad is, akkor ugye a táblázat szerint neked már a második mélységből is jár 3% vezetői bónusz. Sőt, ha lesz egy gyémántod ugye a harmadik mélységedben, akkor utána is jár a 3%, hiszen a táblázat harmadik sora úgy szól, hogy a második szintű és alacsonyabb QSD-k után is jár neked az itt feltüntetett bónusz. Ami ugye egyben azt is jelenti, hogy ha további mélységekben további gyémántok fognak kvalifikálni, akkor utánuk is jár majd a vezetői bónusz. És ugye ha tovább nő a gyémánt szélességed, akkor ugye három minősült gyémánt vonallal a második mélységből már nem 3, hanem 4,8%-ot fogsz kapni, és ugye természetesen ugyanez vonatkozik a további mélységekre is. És ugye a sor így folytatódik tovább, ugye 4 kvalifikált gyémánt szélességgel már 5,8%-ra nő a vezetői bónusz, ugye 5 gyémánt vonallal már 6,5%-ot fogsz kapni a mélységi gyémántok után, és 6 minősült gyémánt vonallal pedig 7,1%-ot, és ez így növekszik tovább folyamatosan a Crown Ambassador szintig. De én azt gondolom, hogy ez idáig tényleg nagyon egyszerű és logikus. Viszont ha
megnézzük a táblázat harmadik sorát, akkor ott szerepel egy olyan zárójeles mondat is, ami úgy szól, hogy ugye a következő jelölt első szintjéig. Ugye mit jelent ez? Ugye ugyanez a példa, tripla gyémánt, vagy ugye 6 minősült gyémántvonallal, 5% bónusszal az első mélységből, és 7,1% bónusszal ugye a második szinttől lefelé. Viszont ugye van egy olyan gyémánt munkatársad, aki szintén rendelkezik egy kvalifikált gyémánt hálózattal. És ugye ha megnézzük az ő szemszögéből is a rendszer logikáját, akkor ugye azt látjuk, hogy van neki 2 minősült gyémánt szélessége. És ennek megfelelően ugye az ő gyémánt, 2 első vonali gyémántja után meg fogja kapni az 5% vezetői bónuszt. És mivel ugye van egy gyémántja a második mélységében is, onnan pedig meg fogja kapni a 3% bónuszát. Ugyanakkor a te szempontodból pedig ez azt jelenti, hogy te megkapod egyszer a 7,1%-ot, hiszen ez a szint a te második mélységed, viszont a harmadik mélységben már azt is figyelembe kell vennie a rendszernek, hogy ugye egyszer már kifizette bónuszként a forgalom 3%-át, amit nem tud neked újra kifizetni, ezért itt a 7,1%-ból a te számodra már csak 4,1% lesz ugye a kifizethető bónusz. Én azt gondolom, hogy ez sem túl bonyolult, és ugye ezzel a mintával bármilyen variációban ellenőrizni tudod azt, hogy mennyi vezetői bónusz jár neked a hálózatod mélységi gyémántjainak a forgalma után. Ugye ami soha nem változik, az az első és a második mélység. Tehát onnan mindig megkapod a táblázatban jelölt bónusz százalékokat. Ugye a további mélységek vezetői bónusza az már attól függ, hogy a vezetőidnek milyen minősült gyémánt hálózata van. És természetesen ugye itt is a legjobb dolog az, hogyha amit tehetsz, hogy folyamatosan növeled a gyémánt szélességedet, mert ugye ezzel automatikusan növelni fogod a mélységi gyémántjaid után járó bónusz százalékát is. Ugye mindig legyél gyorsabb és szélesebb, mint a vezetőid, hogyha a legtöbbet szeretnéd kivenni a csoportforgalomból. És ugye már csak egyetlen dolog van, amit még tisztázni kell, ugye ez a bizonyos alsó sor, és ugye ígérem, hogy ennek is nagyon rövid és egyszerű lesz a magyarázata. Ugye ez ismét egy olyan példa, amiben 4 minősült gyémánt vonalad van, és ugye ennek okán a táblázat szerint a rendszer azt várja tőled, hogy legyen legalább 2000 euró, ugye az az SV érték, amivel a gyémánt vonalait forgalmán kívül rendelkezel. Tehát ez egyfajta teljesítmény elvárás ahhoz, hogy a rendszer a maximális vezetői bónuszt ki tudja neked fizetni. Ami ugye nem egy nagy dolog, ezt ha átszámoljuk forintra, és megnézzük azt, hogy milyen csoportforgalom kell hozzá, akkor az jön ki, hogy ez körülbelül 4600 pont csoportforgalomra jön ki, tehát ennyi forgalomra van szükséged a gyémánt lábaidon, a kvalifikált gyémánt lábaidon kívül. Viszont ugye ebben a példában neked csak 1000 eurós SV értéked van, ugye 2 QSA vonalról, és ugye ez az a forgalom, ami beleszámít a kvalifikációdba. Bár ugye a gyémánt vonalaidon is van 10000 euró SV érték, ez nem számít bele a kvalifikációba. És ebben az esetben ugye az fog történni, hogy a rendszer ismét a hónod alá nyúl és segít egy kicsit, és ugye elvesz a gyémánt vonalak SV értékéből annyit, amennyi hiányzik neked a kvalifikációhoz, és egyszerűen kiegészíti vele a kvalifikációdat. És ezután kifizeti neked a 4 gyémánt vonal után járó vezetői bónuszt, ugye csak nem az eredeti 10000 euró után, hanem majd 9000 euró után lesz 5%-a a jutalékod. Tehát igazából ez sem bonyolult, csak talán elsőre tűnik annak, és hát újra csak azt tudom javasolni, hogy ha nem szeretsz számolgatni, és ugye nem szeretsz izgulni a kvalifikációk miatt, akkor szélesítsd folyamatosan a hálózatodat. Ugye sokszor elhangzott már ma, hogy legyen elég széles a hálózatod, de vajon mikor elég széles a hálózatod ahhoz, hogy ne kelljen aggódnod a kvalifikációk miatt? Ugye erre nincsen semmiféle szabály,
Én ugye csak a személyes véleményemet tudom ezzel kapcsolatban megosztani, én nem szeretek számolgatni. Tehát akkor voltam mindig nyugodt, hogyha a szélességem az a kvalifikált vonalaimnak a 10-szerese volt. Tehát 3 QSA vonal mellett, 30-as szélesség, 10 QSA vonal mellett, 100-as szélesség, és ugye így tovább. És az elmúlt 8 évben soha egy pillanatig nem kellett aggódnom a kvalifikációk miatt. De ugye térjünk vissza még egy picit a vezetői bónuszra. Ugye, hogyha Crown Ambassador szint felé vezető útnak csak a felénél állunk meg egy pillanatra, akkor azt látjuk, hogy ezen a szinten már majdnem a maximális vezetői bónuszt kifizeti a cég, hiszen ugye 10 minősült gyémánt vonallal, Crown Diamond szinten, ugye az első gyémánt mélységedből meg fogod kapni az állandó 5%-ot, ugye a második és további mélységekből pedig a 8,5%-ot, ami ugye összesen 13,5%-ot jelent. És ugye ez már majdnem a maximálisan kifizethető vezetői bónusz. Ugye Crown Ambassadorként 20 minősült gyémánt vonallal 15% a legmagasabb elérhető vezetői bónusz, és ugye ehhez viszonyítva látszik az, hogy milyen magasságokba lehet eljutni akár már 10 minősült gyémánt vonallal is. És hát én nagyon bízom abban, hogy talán ez a prezentáció is segíteni fog abban, hogy egy kicsit kézzelfoghatóbb közelségbe kerüljön ez a cél. És bár ugye nagyon szépek ezek a gyémánt vonalak a prezentációban, azért az igazi hálózatok soha nem így néznek ki. Tehát egy valódi hálózat sokkal inkább hasonlít valami ilyesmihez, ugye, amiben ugye ők az első vonali kvalifikált gyémántjaid, akik ugye legtöbb esetben nem is a közvetlenjeid, hanem valahol a mélységben azok az emberek, akik valamikor komolyabban vették az üzletet, mint az, aki behozta őket. Ugye Kócsó Laci és Anikó a világ leggyorsabb Crown Ambassadorai azt mondják, hogy a Crown Ambassador szinthez semmi másra nincs szükséged, mint 20 önállóan dolgozó üzletépítőre. Ugye 20 önállóan dolgozó üzletépítőt pedig csak akkor fogsz találni, ha olyan személyiségé válsz, és olyan eredményeket tudsz felmutatni, ami képes másokat inspirálni. Én azt gondolom, hogy erre érdemes fókuszálni. Tehát nagyon jó a marketing tervet ismerni, de attól még nem fog történni semmi. És ugye remélem senkinek nem okozok csalódást, ha azt mondom, hogy nagyon sok kávét kell meginni 20 önállóan dolgozó üzletépítőért és a Crown Ambassador szintért, ami ugye jelenleg a DXM marketing tervének a csúcsa, viszont én őszintén hiszem azt, hogy a CA Factory online eszközeivel és a képzési rendszerével mától talán mindenki számára sokkal rövidebbé vált ez a hátralévő út, úgyhogy én ehhez szeretnék nagyon sok sikert kívánni neki, és nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket.